Jó estét kívánok! Heti hír összefoglalónkat látják az elmúlt hét nap legfontosabb kerületi eseményeivel. Beutaló nélkül szabadon. Egészségnap a Rákos úti szakrendelőben. Budapest 100. Három kerületi helyszín a fővárosi helytörténeti túrán. Új közpark, új szökőkút. Látványos elemmel bővült az újpalotai főtér. 6000 tő muskátli ajándékba. Pillanatok alatt elkapkodták az önkormányzat kínálta ingyen virágokat. Kígyózott a sor szombat reggel nyitás előtt a Rákos úti szakrendelő főbejáratánál, ahol ezúttal beutaló és hosszadalmas várakozás nélkül juthattak be különféle szakrendelésekre az egészségi állapotukra kíváncsiak. Az emberek zöme jellemzően csak akkor megy orvoshoz, ha már baj van. Sokan meg akkor se. Szerencsére azért vannak olyanok is, és a jelek szerint egyre többen, akik hisznek a megelőzésben és a rendszeres kontrollban. Ők azok, akik szombaton kihasználták az ingyenes, beutaló nélkül igénybe vehető orvosi szűrések lehetőségét a dr. Vas László Egészségügyi Intézmény nyílt napján. Ez egy lehetőség, hogy nem kell 3 hónapot várni, hogy egy EKG-t megnézzenek. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, sőt, szerintem kutyakötelességünk, hogy megbecsüljük az egészségünket és óvjuk. Körülbelül 10 féle vizsgálaton lehet teljesen ingyenesen, természetesen beutaló nélkül és sorszám nélkül részt venni. Így aztán nagyon sok lakosunk jön az EKG vizsgálatokra, a laborvizsgálatokra, ezek most a legnépszerűbbek, így kora reggel, mert érgyomorra jöttek, de utána nagyon sokan mennek a tüdőszűrő vizsgálatra, a második emeleten a röntgenosztályra, nagyon népszerű vizsgálat, akik elfelejtették, vagy valamilyen úton, módon nem végezték el az ezévi tüdőszűrő vizsgálatokat, ők eljönnek a vizsgálatokra. Lassan, ha végeznek a vizsgálatokkal, akkor körbejárják az első-második emeletet, és akkor következik a vásárlás. Nagyon sok mindent lehet vásárolni, a méztől, a szőnyegig, mindenféle finomságot. Ha valakinek valamilyen panasza van, akkor itt van a betegjogi képviselő, ő vele is meg lehet beszélni nyugodt körülményeket, a panaszokat, az esetleges problémákat, hogy hova kell fordulni. Úgyhogy úgy látom, hogy ez egyre népszerűbb. Tervezzük, hogy minden évben ismét, lehetőleg 2-szer is megcsináljuk ezt a rendezvényünket, mert a lakosok nagyon kedvelik. Több ezer lakos szokott érkezni egy-egy ilyen szombat délelőtt, és feláldozzák a szombat délelőttüket annak érdekében, hogy jóval kevesebbet kelljen várni, és ne kelljen beutalót szerezni ahhoz, hogy bármilyen vizsgálaton részt vegyenek. Mi nagyon szeretjük ezt a vizsgálatot, teljesen nagy lelkesedéssel jönnek a dolgozóink is minden alkalommal. Most is 34 dolgozónk vesz részt a vizsgálatokon, és e felett vannak az árusító kollégák, akik minden évben szinte ugyanazok, akik eljönnek. Az orvoshoz fordulók harmadánál további vizsgálatok szükségét írják elő, vagyis nagyobb, de legalábbis összetettebb a probléma, mint amilyennek elsőre látszik. És legyünk őszinték, ez elkeserítően magas arány. A 2019-es évet tudnám alapul venni, 30%, ami nagyon magas a bármilyen eltérések felderítésére vonatkozóan, úgyhogy úgy látom, hogy nagy jelentősége van ezeknek a vizsgálatoknak, mert akik dolgoznak hétközben, nagyon örülnek, hogy szombaton egy munkaszüneti napon délelőtt el tudnak jönni. A 30% sok, és utána tovább kell vizsgálni, ugyanitt a szakrendelőben mindenkinek automatikusan vállaljuk a tovább vizsgálatát. Tehát nem kell külön intézni, ez azért is nagyon jó, mert akik eljöttek a vizsgálatokra, kiderült valamilyen eltérés, mindjárt tudják, hogy hova, mikor kell forduljanak. Épp testben, épp lélek, az a legfontosabb, úgyhogy ezt én bátran vállalom, hogy igen, igenis kell sportolni, mozogni, törődni abban, hogy miért szédülök, miért esek el, hogy dobog a szívem, az egészség a legfontosabb, és ez nem pénzben mérhető, hanem abban, hogy tegyünk érte.
A szombati egészségnapon megforduló ezernyi ember példája azt bizonyítja, sokan gondolják még így. És igazuk is van, elvégre az egészség talán az egyetlen, ami nem csak hogy megfizethetetlen kincs, de mindenkinek csak egy jut belőle. Arra az egyre meg ajánlott nagyon vigyázni. A Budapest 100 helytörténeti programsorozat idén nem a 100, hanem az 50 éves épületekre fókuszált. Így reflektorfénybe kerülhetett 3 15. kerületi helyszín is, melyet éppen a programsorozat keretében járhattak be szabadon az érdeklődők. Az egyik, hanem a legjobban várt fővárosi helytörténeti programsorozat a Budapest 100 nevet viselő túra, amely idén rendhagyó módon a 70-es évekre helyezve a hangsúlyt olyan épületeket állított reflektorfénybe, amik közül 3 nagyban meghatározza az újpalotaiak életét és nem is olyan távoli emlékeit. A köztudatban csak kínai iskola néven élő épület ezek egyike, bár aki már 1976-ban is itt lakott, az lehet, hogy inkább nyomdaipari szakközépiskola és szakmunkásképző intézet néven ismerte meg azt az intézményt, ami ma üresen és egyre romosabb állapotban várja, hogy a főváros új funkciót találva neki újraélessze. Idén 100 éves házak helyett először az 50 éves házak ünneplik a születésnapjukat, ami nagyrészt egybeesik a lakótelepek megnyitásának a korszakával, vagy lakótelep építésnek a hőskorával, úgyhogy idén nagyon sok lakótelep látogatható Kelenföldtől Újpest újpalotáig, és így került rá ez az újpalotai iskola is a térképre. Ez a ház, ez azért érdekes, mert ellentétben a környező vasbetonpaneles épületekkel, ez egy acélvázas ház, egy Nagy-Britanniából importált szerkezeti rendszerrel épült, és ez egy gyors építést tett lehetővé, ami fontos volt, mert az országban a szállítási kapacitások nagyon csúcsra voltak elratva akkoriban. Kevesen tudják, hogy a Kavicsos közi épületkomplexumban 3 tanintézmény is működött, abból 2 ráadásul egy időben. Nem csak a nyomdaipari iskola költözött ide, hanem a textilipari is. Ezért van 2 bejárata az iskolának egyébként, és így használták egészen 2003-ig, ami után ugye a kínai iskola, 2 anyanyelvi iskola költözött ide. Ez egy nagyon világos szerkesztési rendszerű iskola volt, a fő erénye, hogy úgy helyezte el a tanterveket a tervező az épületben, hogy mindegyiknek 2 irányba legyen megnyitható homlokzata, úgyhogy lényegében minden egyes tanteremnek 2 fala, ez a kívülről is látható üvegfal. A magyar-kínai 2 tanítású nyelvű általános iskola 2016-ban hagyta el a Kavicsos közt. Az épület azóta üresen áll, és ahogy a képeken is látják, egyre rosszabb állapotban várja, hogy újra élet költözön a falai közé. Hogy mi lesz a sorsa, egyelőre nem tudni. Terv többféle is született már az évek alatt, ám egyikből sem lett végül semmi. Köszönhetően annak, hogy a Budapest 100 programsorozat ezúttal a 70-es éveket állította a középpontba, olyan a hazai lakásállomány jelentős részét képező épületegyüttesek története is megismerhetővé vált, mint a lakótelepek, köztük az újpalotai. Utóbbi egy kis szelete a Nyírpalota út 1-21 szám alatti tömbházsor önmagában is kiemelt figyelmet kapott a május 9-e és 12-e közötti helytörténeti esemény alatt. Mindenféleképpen büszkeség lehet annak tekinteni, és személy szerint én nagyon örülök neki. Tehát ez az épület sok mindent tett azért, hogy erre méltó legyen, hogy bekerül ebbe a lehetőségbe. Ugye idáig nem volt panelépületeknek még megjelenési lehetősége a Budapest 100 programba, de hát a főváros így döntött, hogy mostantól be lehet nevezni, és mi teljes igazgatóság meg vezetőküldöttek részvételével beneveztünk, hogy ebben részt veszünk. Még hogyha most itt a tömeg nem is annyira mutatja ezt, hogy mennyire sokan vannak velünk, de mindenki büszke arra, hogy ilyen épületben lakik. Hát a 70-es években kezdődtek a nagy lakótelep építkezése, és hát ennek az apropóján hát egyből az internet tett ragadtam meg, és egyből jelentkeztem erre, mert arra gondoltam, hogy a mi házunk az különösen alkalmas arra, hogy bemutassuk egyrészt Újpalotát, másrészt pedig a mi házunkat, ugye a Nyírpalota út 1-21
21-et, hiszen itt ez volt az első átadott lakás, az első beköltözővel, és egyébként nagyon sok minden más technikai fejlesztéssel, tulajdonképpen úttörő a lakótelepek között. A Nyírpalota úti 11 lépcsőházas sorház ablakai sok mindennek tanúi voltak az elmúlt 5 évtizedben, és még ha mesélni nem is tudnak, szerencsére van más, aki viszont igen, hiszen az első perctől fogva itt él. Gugyella János ugyanis nem csupán a házsor, hanem a lakótelep első lakója is. Az emlékek azok ugye mindig a szépet tartják meg, és a legszebb az volt, amikor ide költöztünk. Hát akkor teljesen más közösségek voltak. Nem beszélve arról, hogy mi is egy 18 négyzetméteres üzlethelyiségbe költöztünk ide, hát beköltözni a panelba, ahol szőnyegpadló, meleg víz, fürdőszoba, mind, hát ettől szebbet nem lehet elképzelni. Tehát ez nagy élmény volt. És akkor nagyon sok ember így volt ezzel. Hát így, akkor baráti társaságok alakultak ki, amik szinte azóta is még működnek, kivéve akik ugye elköltöztek, de még ott is ugye sokan tartjuk a kapcsolatot az elköltözöttekkel, mert a barátságok azok olyan mélyek lettek, hogy nem csak lépcsőházon belül jártunk össze, hanem még utána most is. Lehet ugyan, hogy ma már nem vonzó alternatíva lakótelepre költözni. Évtizedekkel ezelőtt még egészen más volt ezeknek az akkori mércével mérve modern és kényelmes életet kínáló városrészeknek a megítélése. Aki lakótelepen nőtt fel a 70-es, 80-as években, az pontosan tudja ezt. Aki nem, az pedig most a Budapest 100 keretében nyerhetett egy kis nosztalgikus betekintést mindabba, ami egykor a városi élet ne továbbját jelentette. Újpalota legmagasabb, legkülönlegesebb és persze leghíresebb lakóépülete a csak víztoronyházként emlegetett Nyírpalota út 71 szám alatti, vagy inkább mert így kifejezőbb, Nyírpalota út 71 szám feletti épületmonstrum. Az 1973 és 1976 között felhúzott vasbeton felhőkarcoló történetéről számos alkalommal is helyen láthattak, hallhattak, olvashattak már. Legutóbb a Budapest 100 program sorozat keretében nyílt lehetőség a ház bejárására, és persze a nem mindennapi panorámát nyújtó teraszról való nézelődésre. Itt Újpalotán, hogyha megnézzük egy picit fentebbről a házakat, akkor ez a legmagasabb ház. És ez magasabb is jóval, és másképp is néz ki, mint a többi. És mivel volt rajta két neon reklám, az egyik oldalán a Cséb, a másikon a Kaszkó, ezért a helyiek ezt csak Cséb vagy Kaszkóháznak hívták, illetve Tenke Tibor építész volt a megálmodója. Úgyhogy minden részletre kínosan ügyelt, illetve egy víztornyot is elrejtettek az épületben, úgyhogy ezért egy ikonikus darab. Ez 70,9 méter magas, ennél van magasabb épület Budapesten, viszont ez a legmagasabb lakóépület még mindig. Szinte minden újpalotai tudja, hogy az épület legfelső emeletén, ott, ahova már a lift sem visz fel, két különleges lakás is épült. Kettő darab művészlakás van itt a legfelső emeleten, a 18 és a 19-en, mindkét lakás belső kétszintes, és ezek a víztartály köré épültek, tehát ezért is nagyon különleges lakások. A mindig is művészek otthonául szolgáló lakások egyikének most nincs bérlője, így most azon keresztül volt szabad az átjárás a teraszra, amiről ha Portugáliáig nem is, de igen messzire ellátni szép időben. Sokan éltek is a lehetőséggel, és egész biztos, hogy örök élmény maradt számukra a kilátás, ami egy-egy szerencsés művésznek nap mint nap megadatik. Kezd egyre több minden láthatóvá válni a teljes egészében megújuló újpalotai főtérből. A leglátványosabb elem az egykori szökőkút, a korábbitól eltérő formában és funkcióval ugyan, de már készen várja a forrónak ígérkező nyarat. A szó köznapi értelmében nem klasszikus szökőkút, inkább vízjáték, funkcióját tekintve pedig elsősorban a gyerekek fogják élvezni a teljes körű újjászületésen áteső újpalotai főtér elsőként átadott látványosságát. A bizonyos időközönként váltakozó erősséggel és magasságra lövelt vízsugarak játéka persze látványnak sem utolsó. A szerda délután átadott köztéri jelen bemutatkozására a szokottnál is többen gyűltek a térre.
Amikor eldöntöttük azt, hogy a főtér rekonstrukcióját végrehajtjuk, illetve egy komplex park rekonstrukciót hajtunk végre Újpalotán, akkor az is benne volt, hogy a régi hagyományos szökőkutat elbontsuk, és egy másfajta szintbeli szökőkutat hozzunk létre, ez sikerült is, és a szerdai napon átadásra került ez a szökőkút a főtéren. Tényleg színes, illetve hát villanyfényes, tehát világításos szökőkút, vízjátékos, egy negyed órát játszik egyébként a saját ütemében ez a szökőkút. Valóban egy színfoltja lett a kerületünknek. Én nagyon remélem, hogy akik arra járnak, nekik ez tetszik, és tetszeni is fog. Nagyon remélem, hogy akik oda mennek a főtérre, és mondjuk pihenni szeretnének, azok töltik ki inkább a teret, és akik mondjuk nem odavalók, és nem rendeltetésszerűen használják majd ezt a teret, azok, akik kulturáltan ott ülnek, vagy szórakoznak, vagy esetleg a gyerekek játszanak a szökőkútban, ők egy kicsit úgy hát rendbe teszik azokat, akik mondjuk nem rendeltetésszerűen használnák a szökőkutat, vagy a főteret. A kultúrát és tiszta környezet megőrzésének érdekében a már felállított és hamarosan megnyitó pavilonokban, ahogy arról korábban már többször szó esett, nem árusítanak majd alkoholt. Én úgy gondolom, hogy ez a nyári melegben a szökőkút mindenképpen jól fog jönni, tehát a párakaput azt valószínűleg ott nem tesszük vissza, elég sok a vízmennyiség, ami ott a szökőkútból kijön, és egy pihenő parkot tudunk kialakítani, és ehhez a park rekonstrukcióhoz tartozik egyébként egy picit távolabban, ugyanúgy a Legénybíró utca és a Zsókavár utca határolásában, ott is elkészültek a zöld felületek, elkészültek az új padok, úgyhogy ezt így kezeltük így Újpalotán. A főtér rekonstrukciójával várhatóan május végére, június elejére végez a kivitelező. A teljes egészében, ahogy mondani szokás, faltól falig, padlótól plafonig újjászületett park a nyári szezon első heteiben, tehát ismét az örökké lesz. Idén már a kerület 4 pontján tartott muskátli osztást az önkormányzat. A nagy sikerű kezdeményezés során több ezer tőnövény talált gazdára. Tegnap kegyes volt az időjárás azokhoz, akik idén is szerettek volna élni a lehetőséggel, hogy az önkormányzat muskátliosztás akciójában részt vesznek. A szép napsütéses időben hosszú sorokban várakoztak azok, akik kertjüket vagy erkélyüket újabb növényekkel szerették volna feldíszíteni. Cserdini Német Angéla polgármester szerint a tavalyi akció sikereit látva nem volt kérdés, hogy a hagyomány idén is folytatódik. Sőt, egy újabb helyszín is bekapcsolódott a programba, így Pestújhelyen is volt virágosztás, hogy minél több lakost elérhessenek. De vajon tényleg többen jöttek el, mint 2023-ban? Valószínűleg igen, sokkal többen voltak, ugye itt hamarabb is elkezdték osztani a Mézeskalács téren, úgyhogy gyakorlatilag három órakor már osztották, tehát 3:45-re elfogyott az a muskátli mennyiség, amit ki tudtunk hozni és osztani tudtunk a lakosoknak. Ugye szerintem tavaly nagy sikere volt, azért is gondoltuk, hogy idén is osztunk muskát, és ugyanez volt egyébként a vetőmagnál is, hogy ott is azért voltak sorok, és nagyon szépen elvitték, és egyébként kapok olyan visszajelzéseket, hogy már elültették, és nőnek a fűszernövények is. 6000 tő muskátlival készültünk, egyébként elosztották kerületrészekre arányosan. Remélem, hogy azért mindenkinek a kíváncsiságát és a muskátli igényét ki tudtuk elégíteni. Ha valaki kimaradt belőle, sajnáljuk, de egyébként ezt lehetett látni az epres soron is, hogy ugye 2 órakor kezdődött az osztás, de már bőven 1 óra után sorba álltak. Ha valaki azt gondolná, hogy csak az idősebb korosztályt sikerült megszólítani az akcióval, nagyon téved. A fiatalok közül sokan éltek a lehetőséggel, hogy a környezetük megszépítéséhez az ajándékvirágokat is felhasználják. Nagyon vegyes volt, egyébként gyerekek is voltak, szó szerint kisgyerekek is, nyilván szülőkkel is jöttek, de fiatal felnőttek is voltak. Én ennek egyébként örülök, mert ugye nem csak az van, hogy az időseknek adunk muskátlit, hanem bárkinek, aki kerületi lakcímkártyával rendelkezik. Ami tanulság nekünk, hogy ne hozzanak, tehát azt ki kell írnunk a legközelebbi ilyen osztásnál, hogy ne hozzák el a szomszédét, meg mindenkiét a házból, a társas házból, vagy akár a családból, tehát aki itt áll sorba, és bemutatja a kerületi lakcímkártyáját, ő kap muskátlit. Muskátliból úgy látszik, sosem elég. A kezdeményezés sikerét mutatja, hogy rengetegen indultak haza a helyszínekről jókedvűen, egy-egy szatyorra, amelyben a virágok lapultak. A lakossági visszhangok alapján pedig sokan már most nagyon várják, hogy jövőre is legyen ilyen akció. Reakció. Kortárs, közéletre érzékeny kiállítás nyílt a Csokonaiban. Koncert és időutazás egyben. Teltházat hozott össze Pokornilia koncertje.
Bolha piac Pest új helyen, ami az egyiknek kacat, a másiknak kincset ér. Egy mese a bátorságról. Szőlőszem Kálmán története ismét elvarázsolta a pestújhelyi közösségi ház közönségét. A művészetek minden ága minden korban reagált a jelenre, a közéletre és a politikára azonban inkább csak a 20. századtól kezdve. A Csokonai Rendezvényház hétfőn nyílt kiállítása is az ittre és a mostra reflektál, ráadásul erős iróniával, cinizmussal és szarkazmussal. Ha az ember képes némi humorral tekinteni a világra, sok keserűségtől megkímélheti önmagát, és ha ezt a könnyedséget az aktuál politikát illetően is meg tudja tartani, akkor megadatik neki az, ami a szemellenzősöknek nem, nevezetesen az élet élvezete. A Reakció címen hétfőn nyílt kiállítás elsősorban azokra számít, akik képesek meglátni a humorforrást abban is, ami nyers valójában inkább elkeserítő. Ez igazából szerintem egymástól függetlenül született tárgyaknak az összegyűjtése, tehát hogy a kiállításra kerülő tárgyak azok mind-mind az elmúlt 5-10 évben készültek a saját aktualitásuk idejében, és mi meghívást kaptunk arra, hogy esetleg állítsuk ki az Előre megyünk, nem hátra 2024-es Fali naptárunk képi anyagát, aminek az a lényege, hogy régi propaganda plakátokat hangszereltünk át mai stílusra, vagy mai mondatokra. De arra gondoltam, hogy ez nem lenne túl impozáns, hogyha csak a Fali naptárat mutatnánk meg, mert ugye én akkor már tisztában voltam vele, hogy más kortárs dizájnerek is foglalkoznak ezzel a témával, és szerintem szuper izgalmas cuccok születnek, és akkor már miért ne állítsuk ki azokat is? Azokból válogattunk elsősorban, amik a szívünknek kedvesek, ugye UP stúdióként, hát nem tudom, ez talán nagyon nagy szó, hogy mi vagyunk a kurátorai ennek a kiállításnak, tehát hogy a mi szubjektív válogatásunkban jelennek meg a tárgyak, ami szívünknek kedves volt, amiken mi nagyon nagyokat nevettünk, ez egy szempont volt. Illetve próbáltuk azt figyelembe venni, hogy minél szélesebb spektrumon tudjunk mutatni grafikákat, társasjátékot, vászonszatyrot, ruhát, képzőművészeti alkotást, szóval minél szélesebb legyen a paletta. Én azt remélem, hogy ha eljönnek megnézni a kiállítást, akkor a látogatók nevetni fognak, kicsit bosszankodni fognak, kicsit mentálhigiénés célja is lesz, hogy talán tudjunk röhögni azon, amin lehet, hogy sírnunk kéne, hogy szembenézünk egy kicsit a közéletünk abszurditásával, hogy mennyire nonsensemben létezünk, és hogy egy kicsit magunk mögött is tudjuk hagyni. A kiállítás egyébként június 21-ig tekinthető meg itt a Csokonai Rendezvényházban. A hét kortárs művész és dizájner alkotásaiból válogatott kiállítás egyszerre megmosolyogtató és elkeserítő, nevetésre ingerlő és mélyen elgondolkodtató. A Csokonai Rendezvényház galériájában június 21-ig látogatható kiállítás bátran ajánlható azoknak, akik fogékonyak az abszurdra, és azoknak is, akik számára a kortárs művészetek eddig az átlaghalandó számára a valóságtól elrugaszkodott alkotások gyűjtő fogalmát takarta csupán. A Reakció nevet viselő tárlat ugyanis, kicsit kitekerve és kifigurázva, de a mindennapjaink tükre, és éppen ezért nagyon is valóságos. Megtelt a Kikötő Ifjúsági Központ szombat este Pokornilia koncertjére. Előadása mind a dalválasztást, mind a dalokkal keltett hangulatot illetően egyfajta nosztalgikus időutazásnak tetszett. Igazi erőssége azonban abban rejlett, hogy az előadó és a nézők közötti hagyományosan meglévő láthatatlan falnak ezúttal nyoma sem volt. Pokornilia és Grósz Zsuzsanna Füst című előadása legalább annyira az ő idegenvezetésükkel megtámogatott időutazás, mint amennyire koncert. Ella Fitzgerald, Edith Piaf, Gershwin vagy éppen Cserháti Zsuzsa szerzeményei, ráadásul azon túl, hogy egy letűnt, ma már sok szempontból nosztalgikus világot idéznek, olyan érzéseket is keltenek a hallgatókban, amelyek igazán mélyről jönnek, és amiket segíteni is kell felszínre hozni. Pokornilia ehhez a közönséggel való szoros interakciót választotta, méghozzá a humor oldaláról. Hála perc, amikor átölelnek. A hangulat mellett valahogy olyan érzéseket előcsalni, ami talán az emberek úgy nehezen engednek maguknak. És ez a humor nagyon nagy segítség, mert amikor föloldjuk az embereket, a nézőket humorral, valahogy úgy könnyebben beengedik azokat az érzéseket is, amiket talán
azért nem mernek megélni, mert akár a nosztalgiában, akár így a szívükben mondjuk elrejtenek olyan dolgokat, amik azt hiszik, hogy fáj, hogyha arra emlékeznek. Közben meg, amikor csak úgy finoman, úgy simogatva az ember ezeket megpendíti, valahogy azt érzem, hogy olyan hálások az emberek, hogy biztonságosan egy kicsit ebbe el lehet merülni, és aztán megint jókat nevetni, megkacagni. Legyen szó színházi előadásról vagy koncertről, Pokornilia egyformán nem hisz az előadó és a közönség között felhúzott falban. Ő az egymásra találás és az élmények együtt történő átélésének híve. Én nagyon, nagyon hiszek abban, akár koncert, akár színház, hogy ezt a, én úgy hívjuk a színházban a negyedik fal, ami a színészek és a nézők között vannak, ugye, akik fönnállnak a színpadon, a színházban úgy csinálnak, mint ha nem látnák, hogy ott ülnek a nézők. Oké, még akkor is ez egy koncert, de nekem a színházban is nagyon fontos áttörni, és az, hogy a néző azt érezze, hogy neki mondom, vele beszélek, vele játszom, tehát ő partnerem, és egymásból táplálkozunk, mert inkább magukénak érzik a nézők azt, ami történik velük aznap este. Önmagában nem tudok úgy szórakoztatni, hogy az csak a felszín legyen, hanem mindig keresem azt, hogy hogyan tudok egy icipicikét mindig úgy beljebb menni, és akkor igen, például Grózs Zsuzsanna, akivel a Füstöt csináljuk, és ő azon kívül, hogy csodálatos zongoraművész, de a korepetitorom is volt, meg együtt találtuk ki ezt az egész estet. Tényleg úgy válogattuk, hogy a humor, az hogy keveredjen a finomságokkal, és ez nagyon, nagyon fontos volt mindkettőnk számára. Pokornilia és Grózs Zsuzsanna Füst című előadása óvatosan, lépésről lépésre vezette a közönséget a jó 50 évet felülelő időutazáson és saját érzelmeik útján. A hazatalálás, vagyis az utolsó akkordok lecsengését követő megérkezés pedig éppen a gondos kalauzolásnak köszönhetően lehetett olyan felszabadító, mint amikor az ember egy kellemes álom foszlányaival a fejében ébred egy új hajnalra. Rendhagyó módon filmvetítéssel kezdődött e hét csütörtökön az Úton Extra. A beszélgetős sorozat vendégei a Magyarázat mindenre alkotói voltak. Csütörtökön a Velencei Filmfesztivál és a Chicago Nemzetközi Filmfesztivál díjnyertes filmjét, a Magyarázat mindenre című drámát tekintették meg az érdeklődők a Csokonai Rendezvényház nagy termében. A történet főszereplője egy gimnazista, aki megbukik a történelem vizsgán, a bukás körülményei elindítanak egy lavinát, és rövidesen országos botránnyal növi ki magát a helyzet. A vetítést követően a Csokonai Kultkaféban Beke Károly, az Úton sorozat házigazdája várta a vendégeket, ahol Urbanovics Krisztinával, a film egyik szereplőjével beszélgetett. A művésznő elmondta, a való élettel való párhuzam nem a véletlen műve. Reisz Gábor rendezőt a forgatókönyv megírásakor, ugyanis az akkori hazai közéleti helyzet ihlette meg. Az ötlete az az SFE szétverése egyik napján, amikor így ez az egyetemfoglalás volt, és ment az utcán ilyen tehetetlen dűvel és kétségbeesve, és akkor így beugrott neki ez a kokárdás történet, és már akkor elhatározta, hogy ebből muszáj filmet csinálni. És szerintem, amit talán pont legjobban megragad ez a film, az pont ez, amit mondasz, hogy a kis embereknek, akik mi vagyunk, vagy a főszereplő fiúnak a családja, ugye az Nami meg én, tehát mi vagyunk a magyar átlagpolgár, hogy szétmérgezi és szétszedi. A magyar, igen. Egyébként szerintem ez végtelenül intelligensen és finoman volt kezelve a filmben, ez az egész jobboldaliság, baloldaliság, legalábbis én így érzem, de nagyon kíváncsi vagyok az önök véleményére, és azt gondolom, hogy sehova nem tette le a film a voksot, én nem érzem ezt egy elfogult filmnek. Sőt, annyira nem, hogy nagyon, bármilyen fura, nekem nagyon-nagyon pozitív volt a vége. A remény. Hogy a végén remény. Azért ott a szabadság reménye benne.
A beszélgetés során olyan kérdéseket vitattak meg például a jelenlévők a közönség aktív részvételével, hogy kell-e a közállapotokkal foglalkozni művészetek segítségével, vagy van-e helye a kultúrában ezeknek a témáknak. Ha belegondolunk, a ma már klasszikusnak tisztelt Shakespeare, Molière, ez nagy közhely, de mindig ezt szokták mondani. Tehát ők a színdarabjaikban azt dolgozták föl, ami akkor ott, abban a pillanatban történt. Tehát, hogy persze, hogy ne lenne. Az a kérdés, hogy ki nyúl hozzá. Szerintem én elfogult vagyok, nyilván a Reisz Gábor tud úgy hozzányúlni, hogy szerintem valami egyetemes érvényű lesz belőle, és nem egy ilyen napi politikai, kellemetlen, kínos dolog. Láttam már olyat színházban, amikor megpróbáltak ilyen közéleti dolgot, és mondjuk nem annyira sikerült. Az kínos, az kellemetlen is tud lenni. A beszélgetés teljes hosszában hamarosan megtekinthető lesz YouTube csatornánkon. Azt mondják, kétféleképpen érdemes bolha piacra érkezni. Vagy pénz nélkül, nehogy összevásároljon mindent az ember, vagy dagatra tömött pénztárcával, mert minden méteren találni valamit, amit képtelenség otthagyni. Bár egészen kicsiben és csak alkalmi jelleggel, de Pestújhelyen is van bolha piac. Vasárnap reggel ott jártunk. Tulajdonostól készpénzért azonnal. Nagyjából ennyi a szabály, amit eladóként be kell tartania annak, aki bolha piacon árusítana. A Pestújhelyen alkalomszerűen megrendezett garázsvásáron is ennek megfelelően alakult a kínálat, de érdeklődő, azaz potenciális vevő is akadt szép számmal. Az otthon megunt, vagy elhasznált, vagy már nem használt tárgyaikat, szeretett holmiaikat hozzák el az eladók, úgymond, és akkor aki lát perspektívát egy-egy törött fésűben, vagy csorbult ollóban, akkor az meg tudja vásárolni filérekért. Ez a bolha piac, ez a lényeg, tulajdonképpen itt nem kereskedők és nem nagy árakon történnek a adásvételek. Ami a kínálatot illeti, lehetetlen volna felsorolni, mi mindent láttunk, de Susa szerint mindig találni helytörténeti érdekességeket. Szoktak hozni nagyon régi pestűhelyi témájú dolgokat, amit tulajdonképpen már a múzeumi felhasználásra is ajánlottunk már a helyi múzeumnak. Különböző képeslapokat láttunk, első-második világháborús képeslapokat, amiket hoztak, évkönyveket, pestűhelyi évkönyveket, újságokat, ugye pestűhelyen nagyon sok újság volt a két háború közt, illetve a 120 éves történelme alatt pestűhelyenek nagyon nagy volt a civil élet, és erről fotókat például, ugye, amik itt készültek egy-egy patinás épületben és közösségi szervezésben történt, a Hajdú vendéglőtől kezdve, tehát mindenféle ilyen tánc mulatságokról, fotók, leírások, egy-egy recept például, amit a József Attila utcában, nem tudom, Margit néni talán, aki leírt, és az is pestújhelyi volt. Tehát hogy vannak ilyenek, amik teljesen helyi jellegűek. Hát ezen kívül ugye minden van, aki a hajós, akkor ugye hajós cuccokat árul, van egy például gombát, aki gombát termeszt otthon, gombát hozott, és ő árulja ezeket, de bolha piac, itt minden van. Ami első ránézésre limlom, másodikra meg jó esetben is csupán feleslegesnek tűnő kacat, azt pár perc múlva már kincsnek látja az ember, ami nélkül hiba volna hazamenni. A bolha piacok varázsa is éppen ebben rejlik, na meg abban, hogy akinek van hozzá szeme, akár kincsekre is lelhet, szó szerint fillérekért. A gyerekek fantáziája semmiféle határt nem ismer még, egy-egy mese hatása alatt akár órákra is elveszítik kapcsolatukat a valósággal. Ezt a sokszor irigyelt tulajdonságukat azonban a szüleik is átélhetik, ha hagyják sodortatni magukat a Pestújhelyi Közösségi Ház mesék köré szőtt alkotóházában. Ami a mai szülőknek már csak gyerekkori nosztalgia, az a kicsiknek éppen annyira varázslatos jelen, mint volt nekünk a 70-es-80-as években. A diavetítő mondhatni kötelező tartozéka volt minden háztartásnak, az égett celluloid szag azonban legtöbbünknek ma már csak az emlékeiben él. A Pestújhelyi Közösségi Házban szerencsére még akad egy diavetítő, és sok-sok mese is hozzá.
Most mint egy kicsit a diafilm vetítésnek a nosztalgiáját idézzük meg, nagyon nagy divatja van Magyarországon továbbra is a diafilmeknek, ez tök érdekes, mert egyébként máshol Európában ez teljesen így a múltban meg a feledésbe merült, de itt a szülők is és a gyerekek is nagy előszeretettel használják ezt az eszközt, és nézik ezeket a meséket újra és újra. Úgyhogy meg is jelennek a most modernkori gyerekregények vagy rajzfilmek is diafilmben, úgyhogy mi most diafilmet fogunk nézni, és azután pedig a Szélkirálynőt építünk, ez pedig egy kézműves foglalkozást akar, amiben megépíthetik a gyerekek, papírból kifestetik ki, rajzolhatják a saját hajójukat, ugyanis Rumini egy tengerész kisegér, aki a Szélkirálynőn hajózik, az az ő hajója. A Pestújhelyi Közösségi Ház minden hónap második szombatján számít a gyerekekre, no és persze a szüleikre is azokon a játékos foglalkozásokon, amiken a legszebb és legkedveltebb mesék állnak a középpontban. Szőlőszem Kálmán története ismét elvarázsolta a Pestújhelyi Közösségi Ház közönségét, a gyermekszínházi bérletsorozat utolsó alkalmával ugyanis Écsi Gyöngyi bábművész érkezett Pestújhelyre, hogy egy gömöri népmesével mutassa meg a gyerekeknek, milyen nehéz is bátornak lenni. A gyerekeket nem csak a főszereplő személyisége, a különleges bábok is elvarázsolták. Ez egy gömöri népmese, és mint népmese bármilyen korosztályt elbír. Ez azért lehet, mert a népmese jelképeket használ, és minden nemzedék valahogy azt veszi le magának tapasztalásul, ami úgy neki való. És amit nem, azt úgy egy kicsit elengedi a füle mellett, vagy megérzi az illatát, és elraktározza a későbbiekre, mint egy tanulságot, de nem tudja megfogalmazni, hogy miért is. Úgyhogy én nagy bátorsággal mindenkit hívok erre. Az az eszköztár, amit használok a meséhez, ez egy népi játék. Ebben örvendezés van, humor van, közreműködés, és ez az eszköztár, tánc, ének, kicsi mutogatás, kis mozgás, feladatok, félelem, bátorság, ezek azok, amik segítenek. A történetmesélés során olyan eszközök állnak a művész rendelkezésére, mint egy szőlőprés, egy sámli, vagy éppen egy szakhajtó, ami a paraszti élet mindennapi részét képezte korábban. A gyerekek számára azonban sokszor ismeretlenek ezek a tárgyak. Nagyon kevesen ismerik fel, tehát attól függ, hogy hol játszom, ugye a városokban kevésbé láttak már egy szőlőprést, de a falun bizony igen, a falun igen. És a kapát is van, aki fölismeri, van, aki nem, vagy a bárányvört, vagy szóval, hogy nem igazán, de nem baj, mert elgondolkodnak rajta, és azon morfondíroznak, hogy az mi a csoda lehet, és a gyermek nagyon kíváncsi. És ezek az eszközök nálam ugye nem funkcionálisak, mert ez nem egy igazi szőlőprés, nem lehetne beletenni szőlőt. Viszont forog, és viszont arra utal, hogy valami ott történik, valami titok történik. És azt gondolom, hogy ez elég a gyermeknek, hogy ez valami titokzatos, és ennek tényleg üzenete van. Bár ez a színházi bérletsorozat a végéhez ért, tartogat még elfoglaltságot a közeljövőben a gyerekeknek a Pestújhelyi Közösségi Ház. Jövő hétvégén például a Pestújhelyi Gyereknapon várják koncerttel, színházi előadással és kézműves programokkal őket. Májusi eső aranyat ér, tartja a mondás, de ami a mezőgazdaságnak jót tesz, az az átlagember arcára már nem csal őszinte mosolyt. Márpedig a következő napok időjárása sokak számára bizonyul majd kellemetlennek. A hétvége felhős időt hoz, élénk szélre és záporokra, zivatarokra kell készülnünk. Reggelente 10 fok alatti hőmérsékletre ébredünk, cserébe napközben 25-28 fok közötti melegre is számíthatunk. Pünköst hétfőn és aztán kedden is felhős lesz az ég, és szinte mindenhol kialakulhat eső, zápor, zivatar, többfelé akár még felhőszakadás is. Hétfőn csak helyenként élénkülhet meg a szél, kedden viszont sokfelé kell számítani élénk, erős széllökésekre. A legmagasabb nappali hőmérséklet a jövő hét első napjaiban 23 és 28 fok között alakul. Köszönjük figyelmüket, egy hét múlva ismét várjuk Önöket. Viszontlátásra!